Na csá! Üdv a csatornán! Kicsit közelebb hoztam a kamerát, hogy jobban lássátok a Keeper csúnya fejét. Ma nem fogunk más csinálni, mint... megküzdünk a zombi hordával. Egy kicsit aggódom egyébként, emiatt viszont még csak 20 óra van, nem tudom, eddig amit csinál. Ide csapott a villám! Nem tudom, hogy ne csinálják valamit. Azért még ilyenkor valamit kell csinálni. Hát lemegyek még egy picit, gyerekek. Üzletelek a boltossal, vagy valamit küzdünk. Megnézzük, mi a szituáció. Egyébként bízom abban, hogyha nagyon elszabadulnak az indulatok, akkor erre ki tudok futni, aztán igaz, hogy nem egy nagy üzlet itt nekem kóvályoknak. Mi csináljuk? Addig vágjunk fát? Addig vágjunk fát, gyerekeket, ne! Mindig izelje, mindig itt el. Elsumálkoljuk a dolgokat. Simán addig felvághatok fát. Úgy izelje, egy 9 óra 5 felig mondjuk, és simán vághatok fát. Nekem miért ne vágnék? Hát csináljuk, gyereket. Mondhatni, gyorsabban termelődik a staminám, mint ahogy vágom a fát, és ennek nagyon örülök, és ezt nektek köszönhetem, baromi jó vagytok. Köszönöm. Mindig várogatnom kellett, ugye ebből is kellene csinálnom egy jobb altát. Egy 4-eset. Úgy egész jó haladunk ezzel a játékkal, én azt mondom. Igaz, hogy építkezés szempontjából még annyira nem, de viszont skill ügyileg, szint ügyileg 14. napon. Micsoda ízek vannak, gyerekek! Csörög, zörög, minden. Simán kivágom ezt az erdőt addig, amíg. Ugye minden 69-re kellene raknom akkor, hogyha több alapanyagot akarok. De egyelőre az nekem nem annyira fontos, mert mondhatni, hogy mindenem van, amit így bányásznom kell. Ó, nagyon gyorsan haladunk, gyerekek. Jó, most kezd fogyni a staminám. Picit pízünk. És már is odaverünk egyet. Iszok egy vizet, aztán akkor töltődik kicsit. Itt az alsó sorba rakom olyan dolgokat, amik kellenek, és ide bal oldalra a... mi az? Egészségügyi dolgokat, na. Sikerült kimondanom. És simán 9 óra, 30-ig simán kivágom azt az erdőt szerintem. Legalábbis nagy részét, és lesz annyi fám megint. Ez a tölgyfa ezt többet ad, vagy mi ez? Tölgyfa, hát mag kijön róla, akkor gondolom tölgy. Ezt megint el tudok ültetni kétszer ennyi fát, kb. Majd. Tiszta Minecraft. Egyébként a Minecraftot is tök bírnám, hogyha lenne fizika. Csak olyan hülyeség, kiütöd a falját, aztán így fölfele kell ásni. Csapkodnod. Engem az egy kicsit taszít. Egyébként amikor először találkoztam a Minecrafttal, akkor tök el voltam, mert tök szerettem. Remélem nem nagyon hangos ez, de eléggé üvölt nekem a fülemben az egész. Meg egyébként baromi jó XP ez. Megfigyelitek, nagyon értek. Tök jó, hogy nem takar ki semmit a fészkem. Nem is panaszkodtatok azóta rá. Jó, hogy hasznosítom magam. Most ott forgolódnék fönt abba a szarba. A tornyomba. Azzal sem vagyok elebbre. Ugye azt a mindeneket a víz azért iszom, mint az üszök. Második zombi horda. Igazából az első... az izébe volt.
Ugye az nem itt volt, nem a bázisor. Egyébként félek tőle egy kicsit. De most milyen, mi történhet? Max meghalunk, nem igaz? Kíváncsi vagyok, mi lesz. Tényleg kíváncsi vagyok, mi lesz. Egyébként gyorsan csinálhattam volna egy ilyen barikádot, ami megvéd, és föltartja őket. Ez lehet jó ötlet lett volna. Sőt, van egy ötletem, én csinálok meg valamit. Csinálunk néhány frémet. Valami eszembe jutott. Mondjuk egy 30 darabot. És gyorsan kitaláltam valamit még, amit megvalósítok. Jó. Pillantás az egész. De jól néz ki ez a bukizai bejárat. Jó, hogy tetszik. Gyorsan még valamit megvalósítok, mert van egy óránk. Ezt is betesszük. Nem én, ne. A Woodhoz berakom a magokat, mert ugye van egy csomó. Oda nézd, ma 50-70 darabot tudnék csinálni plusz üzét. Milyen szart. Na, menjünk. Mászol föl, bazzer, miért nem mászol föl? Itt ugorj. Ne, ezt úgy utálom, nem ugrik föl. Na gyerekek, van egy ötletem. Hol van ide? A frame. Nem tudom pontosan, hogy fogom megvalósítani, de nagyon meg akarom. Hogy legyen, hogy legyen. Várjál, még ebből kell csinálni. Még egy 30 darabot. Rájöttem, hogy ez nekem így nem elég. Valahogy ez nekem nem elég ez a dolog. Jókor jut eszembe, nem? Valahogy föl kéne jutnom. Álljál le! Álljál meg ki, föl. Föl kéne jutnom, de csináljál már valamit. Igen, igen. És ezt valószínűleg meg fogom valósítani nagyba is, mármint véglegesen is. Csak most egyelőre legyen egy kisebb dolog. Ez nem jó nekem, nem jó. Nem kitaláltam valamit, és mégse jó. Arra gondoltam, hogy nem jó. De jó a frame dolog. 33 van, igaz? Mindjárt támadásba rendülnek. Nem jó, hülyeséget csináltam. Nem ez kellett volna, ó jaj. Nem ez kellett volna másra. Azt kellett volna megcsinálnom, amit először gondoltam, hogy csinálok egy ilyen barikádot körbe. Kicsit izgulok, bazzer. Kicsit izgulom. Hát ezt berakom ide. Ne felejtsük el, akkor ezek itt lesznek, várja. Ásni valószínű nem fogok, úgyhogy ásó helyett ezt itt rakom. Remélem, hogy ezt se fogok. Javítani lehet, hogy fog. Mondjuk a javításhoz hozhattam volna ide valamit. Csak mondjuk azt hiszem, hogy beton minden alul, ugye? Beton hát. Azt nem fogom tudni javítani, mert nincs olyanom. Jó, mindegy. Oké. Okay. Jó, mindegy. Koncentrálunk. Gyerekek, próbálunk. Próbálunk lövöldözni, mint az őrültek. Kár, hogy nincs több tollam. De viszont mondjuk... Vaj, Iron Arrow. Az Iron Arrow az nem nekem való. Mindegy. Nincs tollam, ez a nagy baj, ez egy kicsit zavaró. Jó. Fú, gyerekek, mennyi időt fát szedtem egyébként? 3400 van nálam, úristen. Valami fából azért lesz bőven. De egyébként köszönöm szépen, tényleg az nagyon jó, hogy mondtátok ezt a Tyrannosaurus témát. Jó, ez így marad minden. Hogyha elveszítjük a földi dolgokat, akkor lemegyünk alulra, aztán megpróbálunk túlélni addig, amíg reggel nem lesz. Most újraépítjük. Azt utálom egyébként, hogy annyira
Annyira lecsökken a látótáv. Na gyerekek, készüljetek, készüljetek, bazza. És ilyenkor hiába bújsz, nem érdemes bújni, hanem érdemes minél hamarabb gyilkolni. Elég, mennyi shotgun lőszerem van? Van 90 valamennyi. Jó, majd lemegyünk, ha nagy baj van. Úgyhogy lemehettem volna előbb is. Oh! Mindegy. És miért zavart volna az a pár shotgun lőszer nálam? Jaj, de hülye voltál Keeper. Na mindegy, mindegy, mindegy. Ki kellett volna világítani az egész. Miért mindig az utolsó pillanatban jut eszedbe minden? Régen egyébként úgy volt, hogy a hullákon föl tudtak jönni, hogy a hullák azok ott maradtak, és akkor egyre magasabbra, úgyhogy fel tudtak jönni, tehát át tudtak volna kelni itt, és emlékszem rá. Emlékeztek arra, hogy ilyen pupok maradtak. Ugye volt olyan valami ősrégi részben, de mindegy, 58-ban készüljetek, gyerekek, befarok én egyet mindjárt. Kellett volna, fátyák kellettek volna, alig látok valamit. Baj van, bazze! Keeper már most be van fosva. Na gyerekek, honnan jöttek, bazze? Na nézzük. Ott jönnek, Dick. Ajaj. Le kell menni, basszus. Jajaj. Ajaj. Ajaj. Ajaj! Ez keményebb, mint hittem. Dögölj meg! Elért! Öcsém! Ajaj! Ajaj, elérnek! Az elég bugos, elérnek! Bazeg, miért érnek el? Baj van! Jaj! Ajaj! Ajaj! Félek! A loot eltűnik? Elérnek, bazze, elérnek! Elérnek! Parázok, bazze! Ez olyan hülyeség, hogy elérnek a falon keresztül. Baza. Az igen. Hány óra? 22 óra valamennyi van meg csendik. Ezek elfogynak, vagy mit tudom én? Elfogynak? Vagy örökre jönnek?
Akkor nem fogom kibírni. Sanyi, ne ássál! Rúgj a lábamon, Sanyi, az ilyenkor. Te is izgulj, Sanyi, vagy mi van? Kutya. Kell a lőszer, gyerekek ide. Robognak a fejek, apám! Öcsém! Szevasz, tesó! Mondjuk az... Mondjuk nem hülyeség, hogy elérnek, mert vele gondolsz. Mi a szar? Hók zombi! Hók zombi volt. Nincsenek sokan a... Kutya bugya. Gyerekek, mi folyik így gyöngyösön? Még nyomunk egy idő sebzésnövelést. Ne húzd be a fejedet, gyökér! Jó, bírja, bírja a kecó, az jó dolog. Lootok eltűnnek? Öcsém! Megjöttek. Az a jó, hogy átfutnak oda. Ahol éppen vagyok. Lehet őket futtatni körbe, hoppa. Viszont az nem jó, hogy... Nem látok rájuk. Ezt meg kell csinálni nézőből. Nem jó a buli, gyerekek! Nem jó a buli, sok a buzi! Nem jó a buli! Azt a betyár, mi van itt? Álljunk le egy picit, valami nagy baj van itt. Hogy törtek be? Ott alul. Ezt nem tudom. Mellé lőttem mind a kettőt, megőrülök.
Menjen vannak! Nem sok ez egy kicsit? Nagyon, ne akadj be! Antibiotikum kell. Álljunk meg! Vitamin. Ez nem vitamin kellett arra szarra? Várj, fegyver. Jó, hogy nincsenek sokan, mi? Öcsém! Erősöllem itt a dolgok, a gyerekek. Mi kell, erre a fejfájásra mi kell, hogy a rossz sem nem ette meg? Painkiller! Painkiller! Meg painkiller kéne. Meg vérzünk, nem? Borzalmasan sokan jönnek, gyerekek! Azt a betyár! És még csak éjfél van! Szomjasak vagyok, mondom, mi a szar az? Most jövök rá. Én meg itt tüzé kertezem magam, mint az őrület. Nem sok ez egy kicsit ez a 200 darab izé? Csávó. Komolyan mondom, ez nekem egy kicsit erős. Törött kéz. Nem jó a törött kéz, rend szar. Miért nem engedte használni? Miért nem engedi használni? Törött kézre az kell, nem? Vagy mi az? Nem az? Mi a bajom? Nem törött kéz? Nem vágom, lehet, hogy semmi. Jó. Borzalmas, hogy sokan vannak. Ez iszonyat kemény a helyzet. Kaja piacin, együnk egy kis vizet. Meg egy ilyen benyomunk. Ezt megjavítjuk. Majdnem függbe haradtunk, gyerekek, de még nem biztos, hogy nem. Mert még csak éjfél van, és 4 óráig valahogy ki kéne húzni. Baza, ez nagyon kemény. És lehet, hogy ásnak is. És akkor bogyognak itt be, akkor menekülés van arra. Közben utoljunk el erre, mert nem tudom, nem etülnek el egyébként. Szóval nem etűdnek el. Sporoljunk először, célozzunk is. Megint szomjasak vagyunk, de mi a szarért?
Iszom és az állandóan. Közben iszok bazárt. Szerintem szétverik az egész bázisokat egyébként. Nem merek fölmenni. Nyugatot ütöttek az első védelmi vonalon. És valami portítozik. Hát, hogy elcsalom őket. Ugye valószínűleg követni fognak. Kutyák bassza meg. Azt a rohadt életben mi volt ez? Kutyák. Potyogtak a kutyák a nyakamba. Hú, öcsém! Van baj gyerekek, nagy baj van. Vagy ott fogják ütni az ajtót, vagy visszajönnek. Nem tudom, hogy melyik lenne jobb nekem. Egyik se igazából. Assze! Mit gyűjtök mányán? Kutya hangot hallok. Parázok, nem tudom, azt sem tudom, hogy beszélek a gyerekek, vagy valami történik a körülöttem, de én nagyon ki vagyok. Nem valami sok HP-m van, de jó van, nyugodjunk meg. Majd együnk mocskakaját, meg ilyeneket próbál. Jó, más, nincs semmi, ez a 4 percig van ez a szar, nem tudom, hogy ez elmulasztható, de úgy látom, nem. De milyen állapotban van ez az ajtó? 100%, ugye? Jó. És ez a szar? Ó, hát ezt nem is ütötték, jó. Hát jó, mert ezt a szaros ajtót ütik. Szomjasak vagyunk. Mindig szomjasak vagyunk, de miért? Mi az a folyamatos szomjazás? Hát állandóan iszok. Most komolyan, azt miért csinálja el a karakter? Miért szomjas folyamatosan? Itt gulung vagy mi a szar? Mitől van szomjas állandóan el a karakter? Na jó, hogy van sörétem. Ki kell találnom valami... Egyébként megpróbálhatnám, gondolom lehet írjátok is, hogy miért nem ezzel csinálom. Jó, lehet, hogy ezzel kell. Jó. Csinálom ezzel. Hoppa, föl kell bazza. Csinálom ezzel. Nem lövöm el a sörétemet. Ezt mivel javítom? Javítsuk már meg. Kutyák nagyon morognak. Jó, szerintem a kutya nem tud ásni, egyébként az talán szerencsém. Nem jön senki? Fölmegyek menni? Nagyon kemény lennék? Kutyákkal kérem majd valamit kezdeni. Nem tudom, mit csináljak. Lehet, hogy el kellene mennem arra, azt a kutyákat lehentelnem. Ezen a folyosón. Egy vonalba tudnak enni, nagyon nem ugrálnak. Megnézzük, jó? Megnézzük a folyosót. Ha. Nem tudom, hányan lehetnek. Hát jól lehet elintézni.
Azt a betyáró isteneteket, hallod? Most fostam össze magam. Szány kutya volt, nem merem megnézni. Ez nagyon beteg volt. Le kéne őket mészárolnom, hát hogyha lesz belőle valami. Hallod, összefostam magam, komolyan mondom, ilyen. Egy kicsit ilyen picire összement a szívem. De én nektek is nem vagyok, a föcsögnek felénk a kutyák, de... Elfogytok az ellenfelek? Azt a bőrcsont, meg a rohadt húsért szétszerem őket, mert miért ne? El volt a második kutya, el a harmadik, el a negyedik, meg ott kín is volt egy, azt szedtem le először. Itt volt egy. Nincs olyan rossz állapotban. Nincs egyáltalán, ott azt kiütötték. Húzzunk a francba vissza. Vissza kellene raknom, van betonblokkom. Elvileg van betonblokkom. Jó, egész jó állapotban is vagyok. Nőttük, szintet léptünk ahogy, elvoldom nektek gyerekek. Meg kell nézni, van egy beton blokka, és akkor azt megcsináljuk, jó? Fölmegyünk gyorsan, és nem támadnak. Hosszos pólót, mindent utoltunk gyerekek. Jó vagyunk. Túlléltük mindent. Hallod? Köpni nyerni nem tudok. Azt elmondom nektek, hogy köpni nyerni nem tudok, hogy videó térik itt. Körög az ég. Ilyenkor, ha elfogynak, akkor... Na, ezt a szaros létrát, hát... Ezt olyan szarú csináltam meg, hallod ezt a följáratot, hogy itt mindig pattok, mint azt elengedi a létrát néha. Ilyen... Elfogytak? Egy volt? Hátra teltem a kellem, mehetek fát vágni, vagy mi? De egyébként ez fosható volt. De jó, jó, az volt a nagy baj, hogy ide betörnek, akkor nem tudok mit csinálni. Az alsó védelmi vonal, az baromi jó. És az nem is kell volna sörétet használnom, nem elég lett volna. Jó, de be voltam szarva, megmondom őszintén. És mi éhesek vagyunk. Hát persze vagyok. Nézzük át, mit kaptunk lootokat. Ha van egyszer. Azt hiszem kaptam AK lőszert, azt hiszem kaptam shotgun lőszert egyébként. Ami még volt... Ó, pólót fölvettem volna, jobb volt minden idő, most már mindegy. Kaptam ilyen macskakaját, hülyeségeket is. Ezt meg nem engedte bekötni, nem vágom, hogy miért, na mindegy. Az lehet, hogy más bajom volt. Meg ilyen ócskaságokat. Igazából olyan komoly dolgot úgy láttam, nem kaptam semmit, ugye? Úgy gyerekek, én összefostam magam egyébként. Ja, ebből jó, ebből különben olyan sok íze jön, ebből a fajtából, mi ez? Ebből a szarból nagyon sok réz jön. Jó, megoldottuk, úgy érzem. Szerintem lehet, hogy nem is jön már több. Figyeljetek, 105 feljön egy ilyen ebből a szarból. Úgyhogy ez tök jó. Én azt mondom, hogy ennek vége. Hát egyszerre ideözön lett az összes, de hát nem tudom. Nem tudom, hogy nem akarok hülyeséget mondani, hogy hány darab volt, de böszme sok, az biztos. Az alsó védelmi vonalom az baró jó, mert itt lefolynak. Igazából fönn lehetne is nyitott, mert igazából ide lefolynak, azt itt csak ugye itt az a baj, hogyha jön egy olyan zombi, amelyik keményebb. És ez szétcsapja. Úgyhogy egy második védelmi vonal is kellene ilyenkor. Ugye nagyon csapda.
Nagyon csapdaszagú ez az egész, két oldalról támadhatnak is. De régen a bázisom sokkal jobb volt, amikor egy oldalról is több védelmi vonal, az baró jó volt. Ez nem jó az a bázis. De el van csezve ez a bázis. Ez itt, ebbe a lyukba, itt töglök meg. Ennek az lesz az vége. Ez egy szar. Most látom. Mert ez úgy lenne jó, hogy ugye van egy ilyen védelmi vonal, van egy, mögöttem még egy védelmi vonal, mögöttem még egy védelmi vonal, hogyha van, gond van, akkor ugye tudsz hátrálni. De itt hova hátrál? Ez nincs semmi itt. Ez egy elcseszett bázis. Tudom, repülő épület meg minden, de nem, az meg nem nekem való. De ez... Az egy elcseszett bázis. Ez egy elcseszett bázis, gyerekek. Ennek a bázisnak ennek nem így kéne lennie. Vágok fát. Kis nyugtató. Kis nyugtató. És szomjasak vagyunk, most meg szomjasak vagyunk. Szerintem... Jó, hát ez elmúlt szerintem, megoldódott minden. És szintet is léptünk, várjál. Van egy skill pontom, és azt megint rá tudom rakni. Erre. És még nagyobbat tudok ütni. Ja, ki kellett volna pakolnom. Kipakolok, gyerekek. Ez mi ez a szemét? Nem hiszem, hogy nem vettem észre. Újra termelődtek? Vagy előre ezt nem vettem észre? Nehogy már. Kipakolunk, gyerekek, azt vágok fát, csinálok egy nagyobb baltát. És ez a gyorsan. És nyugtató kell nekem. Jó, egyébként frankó minden. Örülök. Jó vagyunk. Várjál már. Megpakoljak ki mindent, aztán majd meglátjuk, hogy hogy évadnak a dolgok, jó? Fúj. Fegyver van bőven. Az marad, amiket marad, az mindig így pakoljuk már le. Ez nem marad. Ez sem marad. Ez sem marad. Ez sem marad. Csak nem ide való. Iron arrow, ez nekem nem jó itt. Ez abszolút nem jó. Á, gyerekek. Ez ilyen nagyon szopatás volt. A csont is nem tudom miért ott van. Na. Mindegy. Most komolyan esküszöm, nem tudom mit csinál. Fegyver. Az már nem kell. Fém, a fém, a fém, az van bőven. Ez a fém, ez a fém. Ez a fém, meg van szerves cuccunk. Ez. Ez meg még mindig a fegyverhez megy. Úgy. És összeraktam az előbb palot, esküszöm, hogy ide jön. Tök letargiában vagyok. Biztos voltam benne, hogy meg fogunk dögleni. Az komolyan. Tutti biztos voltam benne, hogy megdöngünk. Jó, ezek maradjanak nálam, mondjuk egy shotgun lőszer nem kell, már nem ide való. Nem is ide való, hanem ide való. Nem kell adni, a Stonehoz meg menjen be ez. Ezt meg beszkreppeljük, ugye ahogy szoktuk. Oké. Okay. Így jó. Viszont, fémből kell csinálni. Egy másik fire exit. Ez lehúzott, ez lehúzott keményen. Egy négyeset mi kell hozzá? Még állatbőr. Ez is itt van, aztán. Igen, ezt legyartom, ezt egy újat. Jobb minőségűt. Ezt meg nem tudom, leszkepeljem, hogy milyen szart csinálják volna. Elrakjuk, gyerekek, elrakjuk. Elrakjuk a fegyverhez, mert méne. Ugye itt nem csak fegyver van, hanem ilyen mindenféle szar, szírszar. Ide rakta, jó. Jó helyen van ott. Ja, ásót azt nem csinálok, mert annak semmi értelme, nem kell jobb. Egyelőre ezek, amik kellenek. Jó, rakjuk vissza a kraftelemeket. Úgy. Ezt a vasot, ezt
Kell majd csinálnom még, mert azt úgy elfogy, mint a szar. Nézzük a kaját. Megnézzük innen mi van. Ah, van 100, vagy 268 ilyenem. Kaja elvileg annyi készít, mint a sár, úgyhogy ezt meg is esszük. Meg akkor vigyünk magunkra vizet. Meg akkor még eszünk. Úgyis még készül a új baltánk. Ő gyerekek. Ez nekem nem való, az lesz hibrom, közeli állapotba kerülök, esküszöm. Meg akkor a víz. Meg jöjjön ide le. Sőt, ide is jött. Ja. Azt nem tudtam egyébként, ha elfogynak, akkor így meg is szűnik. Én azt hittem 4 óráig folyamatos támadásban vannak, de ezek szerint nem. De nem baj. 1 perc 42, még lekraftoljuk azt a baltát, addig körülnézünk, hát ha találunk valami zombit, akit ki tudunk írni. És még egy kis skillünk lesz. Ideig vagyunk ám. 30-as szinten vagyunk, ha minden igaz. Ami nem olyan rossz szerintem. 30-as szint. Tök jó. Csak még mindig nincsen, sajnos. Megint nincsen skill pontunk. Ezt még növelném, csak az a baj, ez már 7-es skill, 2-t kéne raknom arra. De szerintem ezt már elengedem most, rakok másra, jó? Erre például csak 1 pont, és akkor... A Master Chief-re is például mondtátok, hogy jó lenne. És akkor jobb dolgokat tudok. Szóval nem jön senki. A gyerekek ezeket olyan gyorsan ledaráltuk. Majdnem engem daráltak le. Biztos vagyok bele, hogy többször gondoltátok. Na, itt a Keeper vége. Megdöglött, 36 másodperc. Ja, a magokat nem hoztam föl, majd elültetjük azokat is. A hold, a vörös hold. Aztán, ja. Ez tényleg annak a helye. 19. Van ilyen modifikáció. Mit csinál? Ezért jó. 25%-a több damage blokkra. Ilyen mód van. Na végre. Most ez baromi gyorsan fog vágni a fát. Gyerekek, ez nem is hordanak, hanem favágóra. Kivágom az összeset, azt újraültetjük. Ezt megcsinálom meg, jó? Meg próbálok megnyugodni. Nekem ez sokkos. Sokkos állapotba hozott. Megint raktam egyet a tüzére, ugye? Várja, mennyit visztel? 176? 70. Akkor 106-ot. 106-ot sebzek ezzel a baltával. De bazze, várja, benne maradt a modifikáció. Meg mégis modolva az előző baltát. Nem gond. Úgyis lemegyünk majd még a magokért. Egy-kettő még. Egy marad, egy fát hagyunk. Azt megnézzük, hogy moddal mennyit fog sebezni. Erre még 15%-os modom van. Szépen túléltük szerintem, jó volt ez. Nekik mennyi izé. Hogy kell besztekkelni egy izét? Hogyha van például 6000 fám. Azt nem tudom, hogy kell. Az jó lenne tudni. De elvileg be lehet rakni ilyen csomagba. Kerítés nagyon kellett, kívül is van a fa. De hát annyi fát fogok ültetni. Hát most van 24, meg valami 100-at már levittem. Úgyhogy vagy 120 fát ide elültetek. Aztán megoldódik, örökre fog mondom tényleg már. Egyébként kell, mert elég sok fogy. Ugye például én ezért is az olvasztásod, a főzésed fát használok. Úgyhogy ez nem baj van. És 4 óra gyerekek, túléltük az éjszakát. Sőt, nem azt mondom, hogy ladán, de viszont a bázisom az szar.
arra rá kellett jönni, hogy szar a bázisom. És én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy ebből egy komplett költözés fog kijönni. Nem jó ez a bázis, gyerek. Nagyon nem jó ez a bázis. Nekem az a bázis nem fekszik. Ez egy szar. Ez egy abszolút, a következő hordát tudja, hogy nem fogom kibírni. Úgyhogy most egy kis gondolkodás lesz az utána rész után, és egy új bázis létrehozása lesz valószínűleg. Ezt itt fogjuk hagyni. Az, az nagyon jó, hogy a trader mellett van, ugye? Nem is fogom elültetni ide a fákat. Nekem ez nem jön be. Nagyon nem. Nem ültetjük el ide a fákat. Valamit ki kell találni. Nem akarok csalni ilyen izé lebegőben, ilyen mindenféle trükkös bázissal, hanem akarok egy olyan bázist létrehozni, amelyik tényleg... Figyeljetek, traderhez motorra hamar elérek. Nem olyan veszélyes. Ugye most már a... Jó volt itt lakni, de el kell költöznöm. Én azt mondom, gyerekek, elköltözünk. Hét napunk van egy olyan bázist kialakítani, amely kibírja a harmadik hordát. A 21. napi hordát. Viszünk mindent. És ott lesz a projekt, gyerekek, most. Oda is megcsinálhatjuk alá, ugye, amit akartunk, a hálat. De ez, ez nekem nem fekszik. Ez nekem nagyon nem tetszik ez a hely. Ez egy kész csapda. Nem jó ez a torony része, nem tudok... Nem jó, nem jó. Ez egy elboltázott... Elboltázott projekt volt. Úgyhogy bármilyen fura, viszünk minden mozdíthatót. Amit tudunk, kiszedünk és mindent szétszedünk. És viszünk mindent. Jó is, hogy nem haladtunk tovább ezzel a bázissal, mert ez egy katasztrófa. Keepernek ez nem tetszik, és jöhetnek az ötletek, hogy hol. Mindenképpen szeretnék hegyoldalba fúrni, nekem az jön be, a hasonló bejáratú, mint ez. Csak egy kicsit összetettebb, egy kicsit nagyobb, tágasabb. Fú, sejtem, hogy mibe gondolkodok. Az a lényeg, egy hegyoldal lenne jó. Egy olyan hegyoldal, mint az. Vagy pedig... Mindjárt egy kicsit körülnézünk, várjatok gyerekek. Itt elbod, ez felejtős, nekem ez nem jön be. Nézzére gondolok, hol van a... Itt van a katonai bázis, ugye? És egy kicsit gondolkodnunk kell gyerekek, mert ez egy fontos dolog nekem most. Nagyon messze nem akarok semmiképp a trader-től, hogyha a boat az itt van. De a boat... Ez mi? Mi a szar itt? Nem tudom, lehet, hogy másik irányba kéne orientálódni. Arra már kiszedtünk mindent. Lehet, hogy arra kellene orientálódnunk. Ezen a részen. Itt is vannak megfelelően nagy hegyek. Sőt, a városon túl lehet, hogy még nagyobbak. Ezt a részhez nekünk homály, ugye? Ez a rész viszont... Ezen a részen már végigjártunk mindent. Már elmentünk addig. Sőt, még addig. Akkor menjünk arra. Letelepedünk egy kicsit. A trader az itt van. Itt vagyunk mi. Ott a hártizsák. Tudjátok, az a régi. Én valahol itt néznék körül.
Quick Waypoint. Valahol ott néznek körül, nincs is olyan nagyon messze, 1 kilométer. Simán megközelíthető, város közel van, lehet farmolni. Viszont a város déli részén is, csak az a baj, azt hiszem, hogy itt vége van a mapnak. Itt vége van a mapnak, azért nem kellene már erre menni, mert akkor nem tudok másfele mozogni, csak egy irányba. Úgyhogy szerintem erre fogok orientálódni, itt körülnézünk, vagy a város túloldalán. Ez lesz, gyerekek, én ezt a bázist, ezt feladom. Ezt látom, hogy ez egy hibás konstrukció. Ugye... Lefele nem jó menekülési útot készíteni, ez nem jó, ez egy szar, gyerekek. Higgyeltek nekem, ehhez kell csinálni egy másikat. Sokkal gyorsabban tudunk ásni már, vannak alapanyagaink, skilljeink, gyorsabban fogunk haladni. Ez egy elhagyott bázis fog lenni itt. Ennyi. Ennyi, gyerekek. Ezeket majd így, ma eljövünk, aztán felhasználjuk, ugye benne maradt például ebbe. Csavarkulcsa nem tudom szétszedni, azt írjátok meg, léci. A csavarkulcsa nem tudom szétszedni az olyan dolgokat, amit el akarok vinni. Értitek? Jó, gyerekek. Nem veszítünk semmit, ne aggódjatok. Minden szuper lesz, és 140 darab ilyen. Minden jó lesz. De ezt a bázist én feladom. Nem tetszik, nem jön be, nem frankó. Nem eléggé védhető. Keményebb horda ezt úgy szétkapja, mint a szart. Mert ugye fölülről is tudnak ásni, itt ide bejönnek. Egyszerűen nem tudok hova menekülni, arra hiába menekülök, ha onnan is támadnak. Lefelé nem akarok, mert ott megint az ásás probléma. Na, köszönöm szépen a figyelmet, írjátok meg, hogy szerintetek, hogy oldjuk, vagy merre menjünk. Hogy jó-e nektek az, hogyha például én erre valamerre. Hát is igen. Vagy pedig éjszakra. Az a baj, éjszakon ugye a kiégett föld környéke van. Erre megyünk, gyerekek. Erre megyünk. Itt valahol körülnézünk, hogy itt mi van. Itt meddig tartom a... Ó, itt is a map széle van. Ne szórakozz, figyelj, ott is a map széle van. Akkor nézzük meg erre. Hát itt is eddig tart a map. Katonai erőd. Az a baj, Viszont mindenképp közel akarok lenni egy traderhez. Lehet megnézem, hol vannak a mapon traderek, és akkor úgy gondolkozunk, és valamelyik trader közelébe telepedünk le. Itt... Vagy egy másik várost megnézni, mert ugye volt éjszakra másik vár. Mondjuk ez egy kicsi. Vagy másik biomra leköltözni? Hát, ezt át kell gondolnunk rendesen. Én itt körül, itt letelepednék. Még esetleg valószínűleg itt azért még lehet találni dolgokat. Bár akkor ennyire arra. Vagy éjszakabbra egy picit, itt. Vagy éjszakabbra egy kicsit. Az lenne jó. Mondjuk ide. Quick Waypoint. Ide megjelöltem, és akkor ide körül. De ott meg ott a város, érted? Ugye jó, egyébként ez nem volt rossz ez a hely. Nekem maga a védhetősége nem tetszik. Vagy a kanyonba leköltözzünk? A kanyon az nem lenne rossz. Az a baj, nem tetszik a kanyon. Nem jön be a kanyon. Hú, gyerekek, várjatok egy pillanatra. Nem tudom, milyen hosszú ez a videó, de lehet, hogy körülnézek, és most tényleg mindenféle cél nélkül. Lehet mindenféle cél nélkül, de elindulunk körülnézni, jó? Tehát nem lootolunk, nem csinálunk semmit, hanem földerítjük a telepet, hogy hol telepedhetnénk le. Egyébként az a rohadt nagy hegy az melyik? Az ez, a kanyonon túl ez, vagy még távol? Nem, ez. Az a nagy. Egyébként erre is, ott, ez is egy jó nagy hegy, nézd már. És ez sincs annyira messze a bolttól, ugye? Itt van egy rohadt nagy hegy. Szép, ja, azt én jelöltem meg. Elmenjünk egy kicsit körülnézni? Menjünk, gyerekek, menjünk, jó? Körülnézünk egy kicsit, hogy mégis merre lehetne letelepedni. Elmegyünk itt az úton. Balra. Hát, egyébként az olyan lassú tetű ez a jármű, hogy az őrület. Főleg ilyenkor jössz rá, amikor ugye messzebb akar rá vele menni, hát... Kösd fel a gatyádat, ugye?
A ülést tetszer északi oldala a városnak. Hú, gyerekeket, ez böszme lassú, mi? Hogy rohadjon meg. Vagy valami nagyobb, ott is van ilyen nagyobb hegy. Majd de nagyon jó néznek. Ezek a nagy hegyek, ezek nagyon jó védhetők lennének. Ugye ebben básol egy irányú bejáratot. Nem jó az a kanyon, mert oda meg mindig lemenni, meg nem tetszik. Azt le kéne ásni egy hosszú lépcsősor. Motorral nem tudsz följönni, úgyhogy ez hivatás az egész. Ott az egy nagy hegy, ott szembe. Ott. Azt megnézzük. Ne vagyunk, egy kicsit tekergünk, jó? Nem akarok nagyon messze menni, de mondjuk itt meg már mindent végiglutoltunk. Úgyhogy azért is jó lenne, hogy egy kicsit messzebb. Van egy trader ugye itt északnak. Ezen az úton. Igen, ezen az úton, hogyha végig mennénk. Na, ez jó volt. De jó. Nem mondod, rávettem a lézerre motorra kettőt. Ezen az úton, ha végig mennénk, akkor ugye lenne egy trader. Hát egy darabig el tudtam áthordani a dolgokat, ez kicsit problémás. Ez meg itt van a katonai bázis, ugye? Haver! Majdnem hátba vert. Vagy nem, itt az ideje a shotgun esélyesnek a gyára van. Azért ebbe bá... Na, egy ilyen... Én ilyenbe gondolkodnék, érted? Egy ilyen hegybe. Egy ilyen hegybe gondolkodnék. És ez nincs is messze, hallod? Ez tök jó lenne. És mehetnénk messzebb innen küldetésezni. Szórakozzá. Nem baj, legalább lesz. Hoppá, megint rávertem bazzel a motorra egyet. Na tesó. Ez már hegy, mi? Ez már hegy a javából. Ez már hegy. Ebben már lehetne idővédelmet. Na, egy ilyen tetszene. Érted, egy ilyen így oldalról beásva. Igen, megnézzük, nem találunk egy olyan helyet, ezt megjelöljük, és akkor ott kezdjük el az építkezést. Új, róka koma, nem támad meg. Na most ezt belejöttem itt a rettenetbe. Na bocs, hogy megint ilyen hosszú részt, de mikor próbál rájönni, hogy mi lenne a legjobb számunkra. Na, a hariosvényre rád kerültem, úristen. Pik, na. Rugassuk. Mondtátok, hogy valamivel föl lehet kapni az elejét, csak nem tudom mivel ma. Na, a madár már megint -e. Gyere már ide, akkor ne menje. Az túl kicsi az a hegy, ott van az a hegy, az se rossz. De nekem az meg túl kicsi. Mármint úgy, hogy hamar a végére érnek, hogyha ásnék benne. Itt mi van erre? Erre szoktam járni? Nem is jártam, de ott lehet átmenni oda. Földerítünk, jó gyerekek, ezt választunk egy helyet, ahol letelepedünk. Itt van az a titkos bázis dolog. Ez se rossz dolog. Hát ez meg ilyen nagyon kusza ez a hegy. Meg azért nem tetszik. Így van. Jó, lesz tollam bőven. Ez meg túl kicsi az a hegy. Mondjuk aztán ennek a... Hoppa. Menjél már, na, egy faze. Ez a motor, egy cross motort nem lehetett volna berakni a játékba. Nem megyünk erre még?
egyszerre van értelme? Ha van, itt megint az a hülye hang van, ilyen fúj a szél, meg ilyen mindenféle szar. Az egyik oldalán ennek az útnak ez a robbantott. Azt mondják, hogy itt jól utak vannak egyébként. Na jó, elmegyek, motorozok egy kicsit körülnél a gyerekek, mert érdekel a téma, hogy nem találunk valami jó helyet odani. Ez már hegy a javálódik. Ez jó porahely. Bazzák, viszont ebben biztos nem ásna be a zombi teknik. Oda nézd, milyen jó. És ide, itt jönnénk ki. Na ezt megjelöljük, jó? Mi van? Lehetséges egy. Egyes variáció. Megyünk tovább, azt hát, ha találunk még valamit. Mi van itt? Egyébként. Nincs közel a... Nincs közel a... Trader. Ez a lehetséges egy az érdekelhet engem. Üzemanyag van bőven. Ez nem mondott, hogy mi ez. A szaros anyát. Ez nem trader? Ha? Várj, belelövök egyet, akkor elvileg durrani, vagy izénél kell. Nem, ez nem trader. Az merve, hallod? Merve nem játék, gyerekek. Ott meg van egy kutya. Hűha. Ez nem trader? Akkor szokott így ide hülye hangot adni. Ezt leszettem. Meg kéne nézni, hogy ez nem a trader. De szerintem nem, ugye? Nem, ez csak egy ilyen... hely. Hú, ez nem trader. Ez egy csúnya hely. Jó, megyünk tovább, várja. Ezt a modort megnyúlom akkor. Még ott volt egy zombi medve, baza. Egyébként itt kemény dolgok vannak, úgy látom. Na várjál, nézzük meg. Lehet menni tovább egyenesen, kiégett föld. Egyedül balra nem biztos, hogy kiégett föld. Jobbra. Kiégett föld, viszont valami stráda. Megyünk, aztán megnézzük. Kíváncsi vagyok most már. Esik eső, minden baj van. Milyen madarak, az a baj, megfognak támadni. Aha. De utolér, egyébként. Utol vagy, rohadjam meg. Jó, én itt felszállok, azt megyek tovább, bazza. Nem hiszed el. Ezért utálom a járműveket, gyerekek. Kár, hogy nem lehet ebben a nomád életet élni. Egyébként Bandika mondta anna, hogy az tök jó lenne, hogyha lehetne nomád életet élni ebben a játékban. Amiatt nem lehet. A betyár. Mekkora medve volt, more? Itt meg van egy város, Dick. És mi lenne, hogyha kiégett földön telepednék le, az nagyon kemény lenne? Gravestone. Műöcsép. Az... Jézus Isten. Na, én itt nem telepedek le, az biztos vagyok benne, gyerekek. Hát átmerjek menni itt. Zombi kutya hegyek lesznek, biztos. Jó, átmegyek, szarok rá. Nyomjuk neki, bazza. Úristen, mi volt az? Hallod?
Jó, gyerekek. Zombi medve meg minden. Nem, madár. Nem akartam madarat most. Pont nem itt. Rohadt élet. Bocsánat, rendőr bácsi, megyek is tovább, az rohadt életbe, mi van itt? Rendőr zombi volt, gyerekek! Ó, te fiú, várjál ma. Mindig az? Nem jó hely, nem jó hely. Ó, te fiú. És mi katonazombik, meg ilyenek, meg rendőrzombik vannak mindenhol, de ilyen nagyon durva sok. Ott is a rendőrzombi, figyelj el. És lőnek azok, meg köpködnek, meg minden fasz. Hallod, mi a szar ez a hely? Ez nagyon kemény hely, gyerekek. Madár. Ide nem telepedünk, de most hova kerültem? Mi a franc? Kiégett föld. Zombi kutya. Oj! Menjünk arra tovább. Felderítési művelet van, nem érdekel. Ugye álmajom, talán nem beszélsz rá. Hello. Egy bázzal neki mentem valaminek még ráadásul. Ó, megyek tovább. Motoros banditaként. Kijelentek már ebből a szügyvadékból. Mint a fák lennének a távolba. Kár, hogy nem lehet lőni motorral, Dick. Mint ilyen GTA-ba. Hello, már bocs, nem érek rá. Izé, biom, másik. Egyébként egy másik izé. Biomon is letelepedhetnénk, az is adná. Ugye itt van nem messze, mi a nagy ködbe az? Mi történt itt, gyerekek? Hülyék vagytok? Várja, itt van egy másik trader. Menjünk már el arra. Nincs messze, 700 méter. Ott is letelepedhetnénk mellette. De milyen köd van itt az erdőben, Dick? Hello, szia! Hoppa, arra nem megyünk, kiégett föld. Jó nagy kör van. Mi? Reggel? Azért? Tök durva. Más a izé, más a időjárás is. Na, itt még többet esik az eső, gondolom, mint a sivatagban. Nőci, te rüssebb. Föllöktedik. Tök jó. Kimegyek az útra. Útra. És más jellegű épületek vannak. De jó, mert el kell költözni gyerekek mindenképpen. És itt nincsenek madarak. Vágod? Szövetted? Nincsenek madarak. Szép a környék. Hát egy jó kis erdei lakot csinálok mi. Azért nem annyira. Mi az ott? Ott is egy épület. Ez milyen épület? Érdekel, mi az? Valami nagy. Kilátó. Hasonló, mint amit lát, volt ott a másikban. Ó, fiú. Na. Ennyi normálisabb.
Itt is csinálhatnánk küldetéseket, lehet itt is van egy nagyváros a környéken. Bocs, haver. Hűj, a hátba basz. Vágott. Majdnem azt mondtam, hátba baszott, de nem akartam olyat csúnyát mondani. Hol van itt az út? Vagy mi van itt? Ilyen erdőkön, mezőkön át megyek, mint az őrült, te. Jó, álljunk már van itt. És itt mi van itt? De úristen, körbe-körbe karikába ment a Keeper. Fogyasztja itt a illét a motornak a üzemanyagát. Na itt a traderük, de jó. De végre egy útot is talán találok. Na de itt az nem nagyon vannak nagy hegyek. Mi az a látótávolság? Miért van ilyen nagy kör? Jó, ott az baza. Kicsit elmegyek erre még éjszaknak. Na ugye akkor majd ész. Hoppa, mi ez? Figyelj! Akkor ma éjszak mehetnék még egy picit, na nem lenne nagy gond. Jó, kicsit elnézek erre, körülnézünk. Tyuki! Ez mi a szar? Érdekes hely. Bocs, haver, jó van, nyugodjál meg már, te meg. Nem tudom, mi az a szar hely. Sima bevásárló központ. Na, ez valami idé. Mi az? Ja, jó van, ott a tüzéptelep. Jó van, gyerekek, hát a letelepedés szerintem az lesz, amit először kinéztem. És akkor onnan, várjatok? Ugye itt a lehetséges egy. És onnan tudnék menni utolni abba a városba, amelyik eléggé durva lenne. Már a küldetések akkor elég messze vennének. Ú, de nagyon nem jó ez az egész. Meg kell néznem, hol van még. Sőt, meg is fogom nézni, hol vannak még ilyen traderek, ahol küldetéseket vettek fel, és amellé valahogy le kéne költözni, és egy új bázis létrehozni. Bocsánat, hogy ilyen rettenetesen hosszú részlet. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmeteket is. Dobjatok ötleteket, hogy mit gondoltok, hogy hova telepedjünk. Na csá, sziasztok!